Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Elérkeztünk a gamer PC-n fejlesztésénél a RAM-okhoz. Ugye a lap, a processzor már megvolt, a platform váltáshoz miszerint 1151-re váltok. Ez volt még elengedhetetlenül fontos. Azonban szóba került a tápegység cseréje is a tuning miatt, amire majd valamikor a későbbiekbe kerül sor. Egyelőre még nem fontolgatom. Na most, ami bekerül új DDR4-es RAM a gépbe, az nem más, mint egy Corsair 3000 MHz-es RAM kit. Én megmondom, szívem szerint a pirosat választottam volna, nekem azt tetszik, azonban valamiért mind a Kingston, mind a Corsair és G-Skill alatt problémás a piros színű RAM modulok beszerzése. Vagy marha drágák, vagy egyáltalán nem kapni. Kingston alatt nem nagyon kapni, Corsair alatt kapni csak újonnan 60 plusz 1000 forint, G-Skill alatt szintén felment, ugye a fekete modulok ára az sokkal kedvezőbb. Tehát előnyt élveznek azok, akiknek a fekete szín jobban tetszik, piros szint nem tanácsos most venni, és úgy voltam vele, hogy csak a szín miatt nem fogok plusz 10-15 ezer forintot kifizetni, ráadásul ezeket a modulokat újonnan magánúton sikerült beszerezni, tehát jóval bolti ár alatt. Ugye 3000 MHz-es RAM kit 8 GB-os kiszerelésben, tehát összesen mindenképp fontos volt, hogy meglegyen 16 GB RAM, ugye a videó munka miatt is fontos, hiszen sokkal a gyorsabb teljesítményre képes így a számítógép, renderelésnél, konvertálásnál mindez csak 8 GB RAM lenne. 3000 MHz, én úgy gondolom, hogy egy tuningos konfignál manapság alapkövetelmény, tehát 1600 MHz-es DDR 3-as RAM-okat váltok 3000 MHz-es DDR4-re. Tudjuk, hogy a DDR4 már 2014 vége óta itt van, tehát nem egy új technikáról van szó, semmiféleképpen nem tettem volna meg úgy a váltást, hogy egy 2133, de még egy 2400 MHz-es RAM-okra váltsak, hiszen lassan sajnos ott tartunk, hogy mire sikerült nekem ezt a cserét megoldanom. Egy-két év is talán már itt lesz a DDR5, és eltelt egy nagy csomó év, úgyhogy semmiféleképpen nem belépő szintű RAM-okat szerettem volna. Ráadásul játékban és munkában is kifizetődő lesz a magas órajel. Persze lehet már simán 3200 és 3600 MHz-es RAM-okat is venni, bármelyik üzletben, azonban ezek még magasabb áron kaphatóak. Tehát 16 GB RAM alapkövetelmény nálam, azért munka PC-knél főleg, ahol jócskán van gyorsaság a RAM mennyiségből, játékok alatt nem, tehát 8 GB-hoz képest 16 nem fog előnyt hozni. Munkában viszont el lehetett volna azért tűrni a 32 GB RAM-ot is simán, azért munkagépekbe illik ennyi, persze, akkor sokkal komolyabb költséget vont volna maga után a gép fejlesztése, úgyhogy megmaradtunk a pont opcionális 16 GB RAM-nál. Egyébként különösképpen nem vagyok csalódott a szín miatt. Vannak olyan bizonyos hardware eszközök, amiknél ugye szeretjük a látványt, videókártya, a RAM-ok, ugye már hűtőbordával kapni a jobb RAM-okat. Képen azért nem mutatnak olyan jól, és van úgy, hogy meglátod valóságban, és akkor valahogy másképp fest, mint hogyha egy képet nézel róla, vagy egy videót, és akkor úgy megörülsz neki. Szerencsére így volt ezeknél a moduloknál is. Egyébként korábbi terveim szerint én a G.Skill-nek a vörös dizájnos RAM-ját néztem ki 3000 MHz-esbe, és pont most emelkedett fel olyan 60 ezer forintra az árazásra, úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen hanyagolni fogom. Tehát egy olyan technika, egy új technika DDR4, és mégis olyan, hogy nem is biztos, hogy itt még sor kerül majd a 32 GB-ra való bővítésre. Megint úgy jártam, amikor DDR3-as RAM-oknál két évvel ezelőtt, hogy volt nekem 2x4 GB-os modulom, ugye kit meglegyen, és 8 GB RAM-om. Szerettem volna bővíteni 16-ra, de pont kiment a forgalomból az a RAM modul, ugye pontos típus kellett volna a QAD channelhez. Használt piacot is sokáig nézegettem, és pont olyan modellt nem találtam. És a végeredmény az lett, hogy el kellett adnom a 2x4 GB-ot,
és vettem a jelenlegi 208 GB HyperX Savage RAM-okat. Sajnos ilyen ez a RAM kérdés, most megint adhatom el a RAM-okat, és valószínű majd ezzel is úgy lesz, hiszen nem biztos, hogy a DDR5-ös korszakban majd DDR4-es 32 GB RAM-ra fogok váltani, hogyha 1-2 év múlva, vagy akár 3 év múlva már itt lesz, és esetleg váltom a 7700K-t is. Ha nyilvánvalóan a lapcserével is jár a dolog, akkor már majd valamikor az elkövetkezendő években inkább DDR5-ös platformra vált az ember, és akkor megint az történik, hogy kidobom a jó RAM-okat, ott volt a bővítési lehetőség, de pont másképp alakult, hiszen már az új DDR5-ös platformra kell majd váltani, hogyha majd itt lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!